Kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Szentesi Délkertésztől, ahol országos hajtatási napot rendeztek. Felkérném Farkas Sándor agrárminiszterhelyettest, a térség országgyűlési képviselőjét, tartsa meg előadását. Agrárminiszterhelyettes úr témája a kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei és szerepe, különös tekintettel a hajtató növényházi kertészek vonatkozásában az új közös agrárpolitika 2023-2027-es év tükrében. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Egy kicsit hazajöttünk, azt hiszem mindannyian, akik itt vagyunk, mert ez az a helyszín a térségben, amely minden kertész számára meghatározó. Nekem különösen az volt hosszú évtizedeken keresztül, engedjenek meg, hogy egy ilyen személyes gondolattal kezdjem, akkor, amikor még nekem is, nekünk is a családban módunk volt kertészkedni, ha bár nem ilyen szép körülmények között volt még akkor a manipulálás és a hűtőházak még nem voltak ilyen korszerűek, de mégis azt kell mondanom, hogy ez az a üzem, ha szabad így fogalmaznom, ez az a közösség, amely nagyon sok családnak, nagyon sok Szentes és térségében és Dél-Magyarországon élő embernek ad biztonságot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor, amikor a felvezető címet én is elolvastam, kicsit nehéz helyzetbe kerül az ember ilyenkor, mikor ennyi kihívás előtt áll, és erre majd az előadásomban vagy a tájékoztatómban fogok néhány szót szólni, nagyon sok bizonytalansági tényező van, nem szoktuk ezt meg. Mi hozzászoktunk ahhoz az elmúlt 10-12 évben, hogy fokozatosan egyre biztonságosabb életet tudunk élni, úgy tudjuk berendezni a gazdaságunkat, gazdálkodásunkat, ami kiszámíthatóvá válik. Most egy kicsit bizonytalanabb helyzetben vagyunk, amire majd később vissza fogok térni, hogy miért is mondom ezt, de az, hogy Önök ma eljöttek ide, itt vagyunk együtt, mutatja azt, hogy ennek az ágazatnak mekkora szerepe van a térségben, Dél-Alföldön és talán egész Magyarországon is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági ágazatban dolgozó egyik nagy vágyunk, hogy stabil, kiszámítható körülmények között tudjunk termelni, hogy előre tudjuk kalkulálni a piaci, időjárási, gazdasági viszonyokat. Sajnos erre az elmúlt években, főleg itt az elmúlt két évben nem sok esélyünk volt, sőt mondhatnám, most még nehezebb kihívások előtt állunk. Az időjárás mellett, amelyre mi mezőgazdaságon mindig szeretünk hivatkozni, a világjárvány, az ágazatot sújtó különböző betegségek, a piaci anomáliák határozták meg az elmúlt két évünket. A járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás a soha nem látott mértékű kormányzati támogatással elindult, de senki sem kalkulálhatott azzal, hogy a szomszédunkban háború fog kirobbanni, és ez ismételten új helyzet elé állította az ágazatot és Magyarországot is. Jelenleg pontosan még nem látjuk a háború európai, sőt világpiacra gyakorolt hatásait, de azok az előrejelzések, amelyeket Önök is hallhatnak, olvashatnak, sajnos túl sok bizakodásra nem adhatnak okot. Sajnos az idei évünket is rendkívüli szárazság jellemzi, ahogy tapasztaljuk itt már hosszú hetek, hónapok óta. Így a belügyminiszter úr nem véletlen március 21-én kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, hiszen az idei téli csapadék hiánya miatt a talajok nem tudtak feltöltődni, és a száraz, rendkívül szeles tavasz következtében folyamatosan száradnak a talajaink. Ez a vízhiány komoly problémát okoz az őszi vetéseknél, de a tavaszi vetési munkálatokat is hátráltatják, befolyásolják, és nagyon sok gazdálkodó már a koratavaszi öntözését is el is kezdte, mert ezek a növények, ezek a magvak gyakorlatilag öntözővíz csapadék nélkül kilátástalan helyzetbe kerülnek a talajba. Rátérve a mezőgazdaság és azonban is a kertészeti ágazat helyzetére, azt mondhatom, hogy a magyar kertészet a magyar mezőgazdaság legintenzívebb, kis területen, nagy értéket előállító,
legtöbb kézi munkaerőt foglalkoztató ágazata. A kertészeti ágazatok jelentős szerepet vállalnak a vidéki foglalkoztatásban és a vidéki lakosság helyben tartásában, mintegy 300 ezer családnak biztosítanak teljes vagy részfoglalkoztatást. A kertészeti termelés döntően családi gazdaságokban vagy kis és közepes vállalkozásokban folyik. A 2021-es évben a mezőgazdaság kibocsátása 3378 milliárd forint volt, amelyből a kertészeti ágazat kibocsátása 389 milliárd forint, ez a mezőgazdasági kibocsátás 11,5%-a. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kertészeti ágazat a mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata. Sajnos a 2021-es év felemás képet mutat az ágazaton belül, hiszen még a szabadföldi zöldség és gyümölcs termesztésünk igencsak megszenvedte a szélsőséges időjárást, addig a fóliás üvegházi termelés viszonylag kiegyensúlyozott mederben folyt. A szántóföldi zöldségfélék tetésterületi megoszlása lényegesen nem változott az elmúlt években. A legnagyobb területen a csemegekukorica meghatározó növény mintegy 34 ezer hektáron, ezt követi a zöldborsó 21.1 hektáron. A 2021-es aszályos év megerősítette, hogy a csemegekukoricát, azért beszélek a csemegekukoricáról, itt önök igaz másfajta kertészek is kevésbé foglalkoznak szántóföldi zöldség és gyümölcs, szántóföldi zöldségtermesztéssel, de ez az ágazat, a csemegekukorica és a zöldborsó, az a kertészeti ágazathoz tartozik, és nem szántóföldi növény, és hogyha az ágazat egészéről próbálunk eszmécserét folytatni, akkor azért említem meg, még ha egy kicsit furcsán is hat itt ebben a körben. A 2021-es asszályos év megerősítette, hogy a csemegekukoricát gazdaságosan termeszteni csak kiépített öntöző rendszerrel lehet, amely azonban tovább növeli a termesztés költségeit. Az országos termésátlag 16,5 tonna per hektár volt, a csemegekukorica termesztés legnagyobb területe Hajdú-Bihar megyében folyik, az összes tetésterület közel 14 ezer hektár volt Hajdú-Bihar megyében. Természetesen itt a mi térségünkben is nagyon sok gazda és gazdálkodó foglalkozik csemegekukorica termeléssel, itt is a termésátlagok hasonló mértékben alakultak, mint az országos átlag. Az extrém időjárás még nehezebb helyzetbe hozta a zöldborsó termesztőket, hiszen a tavaszi hideg késleltette az érést, eleve a növény fejlődését, majd az extrém meleg miatt gyorsan kezdtek leöregedni, besülni, szoktuk mondani a virágok, besülni a hüvelyek, amelyek azonnali aratást tette szükségessé, ugyanakkor a betakarító kapacitások szűkössé váltak, sőt, komoly próba elé került a feldolgozóipar is, hiszen egyszerre nagy mennyiségű áramlapot kellett feldolgozniuk. Sajnos ennek a hatása révén több gazdánál, gazdálkodónál maradt, úgymond, úgy szoktuk mondani, hogy maradt kint zöldborsó, aminek a betakarítása már erre a célra nem volt alkalmas. Itt ezek komoly veszteséget okoztak ezeknek a gazdáknak. Az ipari paradicsom termelők jó évet zártak, hiszen mintegy 115 ezer tonna paradicsomot takaríthattak be 1450 hektáron. Fontos hangsúlyozni, hogy itt a magas öntözéses művelési arány kiemelkedő, így ennek köszönhető a jó termelési év. Itt a térségünkben ipari paradicsom termesztés nem igen, mondhatnám, hogy talán nincs is, de ugyanakkor a káposztafélék vetés területével, a káposztafélék termelésével foglalkoznak a térségben. A káposztafélék vetés területe 4152 hektár, amelyen belül csökkent a korábbi nagy sikereket elérő exportnövényként a fejes káposzta, ugyanakkor viszont nőtt a karfiol aránya. Az évről évre csökkenő hazai hagymatermesztésünket sem kímélte az időjárás, hiszen a mintegy 1600 hektáros vetés területen gyengébb évet zártak a termelők a 2020-as évhez képest. És akkor egy kicsit hazafele jövünk. A növényházi termelés ugyan kevésbé kitett az időjárás viszontagságainak,
de a szélsőséges időjárás még a védett infrastruktúrák alatt is befolyásolja a növények fejlődését, termésozamát. A tavalyi évben kedvezőtlen fényviszonyok miatt lassabban fejlődtek a növények, így az extrém hőség a fólia sátrakban nagyon megviselte ezeket a nagyszerű növényeket, ami a minőségi robláshoz is részben vezetett. Az idei év azonban a fólia sátrakban gazdálkodóknak ismét egy komoly kihívás volt, rendkívül nehezen indult, hiszen január 30-ai szélvihar olyan mértékű károkat okozott, amely az azonnali kormányzati intézkedést tett szükségessé. A kormány mintegy 1,5 milliárd forintot biztosított a károsult gazdák megsegítésére. Az érintettek március 7-e és 11-e között nyújthatták be a károk miatti támogatási igényeiket. A támogatás mértéke az Agrárkamara által leigazolt kár összegének legfeljebb 80%-a lesz. Valóban ebben a térségben nem csak Csongorád megye, hanem Békés részben Szolnok és Bács-Kiskun megye szenvedte ezt a legnagyobb viharkát, amire azért nem tudunk olyan mértékben felkészülni és védekezni, mint ahogy szükség lenne, ha fogalmazhatok így. Éppen ezért felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen károk mérséklésére vagy kiküszöbölésére, ha teljesen megóvni nem is tudjuk ezeket a termesztő berendezéseinket, mégis el kell gondolkodni egy új, olyan esetleges biztosítási feltételekkel rendelkező biztosítást alkalmazni, ami majd a későbbi időszakban bekövetkezhet, mert hosszú távon az nem megy, hogy minden esetben havi harkár van, ha madár influenza van, ha sertés, pest is van, mindig van valami komoly baj, és ez mindig rendkívül módon megterheli a kormányzatnak az anyagi lehetőségeit, főleg az agrárkormányzatnak. Éppen ezért újra kell gondolnunk szerintem az elkövetkezendő időszakban, hogy ezt nem a közösségi célokra szolgáló és fejlesztési célokra szolgáló támogatásból kellene elvenni, hanem kimondottan egy biztosítási alapra, egy biztosítási lehetőséget szeretnénk, hogyha ki tudnánk terjeszteni a kertészeti termesztő berendezésekre is, többek között természetesen a többi előbb említett kérdéskörre is. Hazánkban a növényházi zöldségek termőterülete 2021-ben 2132 hektár volt. Paprika, ahol mely a legnagyobb területen kerül termesztésre, 1523 hektár, paradicsom 233 hektár, uborka 180 hektáron volt termesztve. A fedett területek 86%-a fóliaborítás, 14%-a üvegház volt. A fóliasátrak üvegházak területének 19%-a korszerű, 65%-a átlagos állapotúnak tekinthető felméréseink alapján. A növényházak területének 66%-a fűtetlen volt, míg 16%-án termálvízzel fűtenek a gazdálkodók. Az üvegházakban teljes mértékben, illetve egyre több fóliás növényházban is talaj nélküli termelés folyik, összesen 9223 gazdálkodó termel fedett felületek alatt, jellemzően 1000 és 5000 négyzetméter közötti berendezésekben. Itt azt gondolom, hogy meg kell említenem, hogy ezek a termesztő berendezéseknek a felújítása, korszerűsítés, erről majd később még konkrétan fogok szólni, elkerülhetetlen, főleg azokkal a támogatásokkal, amelyek a kertészek számára rendelkezésre állnak. A Covid-járvány következtében érezhetően megnőtt az igény a belföldi, illetve a csomagolt termékekre. A csomagolt termékek jelenleg az összes forgalmat a kis piaci áru felét teszik ki. Itt, ezen a helyszínen is ma már szinte kivétel nélkül minden egyes termék csomagolt formában hagyja el a telepet, holott valamikor még a geves láda, illetve az M30-as láda és a 10-es rekesz és hagyja soroljam, milyen eszközökkel dolgoztunk, ebben óriási előrelépés van, és a friss piaci igényeknek megfelelően a fogyasztói szokások figyelembe vételével is komoly fejlődésnek vagyunk a részesek. A magyar vásárlók egyre nyitottabbak az újdonságokra. Egyre népszerűbbek a különleges formájú és ízvilágú zöldségek. Ezt csak megjegyzem, hogy jó lenne azért, hogyha hazai fogyasztanánk a legtöbbet, mert ez a legfontosabb.
A paradicsom esetében már folyamatosan növekszik a koktél, a sebb, a tatolya paradicsom aránya, illetve egyre népszerűbbek a sárga és csokoládé színű koktél és paradicsomok is. Ezeket az új paradicsomfajtákat azonban nem csak a legmodernebb üvegházakban lehet nevelni, így ez a tendencia még hangsúlyosabbá teszi a fejlesztést és a modernizáció szükségességét. Paprikából szintén egyre keresettebbek a változatos formájú, édesebb, színesebb termékek. Ebből adódóan megnőtt az igény a hazai kaliforniai vitamin paprika iránt is, ugyanakkor jelenleg a kaliforniai paprika mintegy 90%-a importból származik. Fel lehet tenni a kérdést, hogy miért. A válasz nem biztos, hogy pont el fogom találni, de amikor még termeltem én is kaliforniai típusú paprikát, ugye egy kicsit később érik, kevesebb mennyiséggel, de ettől ma már azok az újfajták mind tudják azokat a kitételeket, és ebben biztos vagyok, hogy a piaci igények fel fogják kelteni a termesztő kedvét, és nem utolsó sorban lehetőséget is kínálnak. Mindezek alapján fontos célkitűzés a jövőre nézve a különleges paprika és paradicsomfajták termelésének a bővítése annak érdekében, hogy ezen termékek esetében is a jelenlegén nagyobb mértékben hazai termékkel tudjuk ellátni a piacot. Különösen jelentős a hazai, egy másik fontos ágazatról szeretnék néhány szólni. Itt a térségünkben nem meghatározó olyan mértékben, de mégis kikerülhetetlen, megkerülhetetlen ágazatról kell beszélni, ami egy fantasztikus fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, ez pedig nem más, mint a gombakermesztés.